Sziasztok! Ebben a kis videóban most arról fogok nektek beszélni, hogy érdemesen megkeresni a te MLM üzleti lehetőségeddel egy olyan ismerősödet, vagy akár ismeretlent, akin jól látható, akár egy a közösségi oldalakon, vagy akár, hogyha ismered, akkor elég nyilvánvaló, hogy ő komolyan foglalkozik egy másik üzleti lehetőséggel. Tehát tényleg szívvel, lélekkel csinálja, látszik rajta, hogy tényleg érdekli, bejön neki a cég és a termékek. Közben itt szenvedek a kamera beállítással. Elnézést, hogy közben kitakartam magam. Az olyan, amit hallottok a háttérben, az az, hogy a kutyáim rágnak, tehát az esti séta után csinálom ezt a rövid kis videót. Gondolom, hogy kihasználom az időt. És hogy mi indított el ennek a videónak a leforgatására? Hát az, hogy egy régi, kedves ismerősöm pont ma hívott fel engem azzal, hogy hát, hogy elkezdett egy... Hát ez hihetetlen, ez a kameraállás, de nem baj, azért is így fogom most csinálni. Látszik, hogy nagyon jó a háttér, fazék, minden van itt, mosogató. Szóval fölhívott engem, hogy elkezdett valamilyen céggel foglalkozni, és hogy most nyitnak Európába, és hogy tudta, hogy én is nyitott vagyok az ilyen dolgokra. Na most ezt, ha megnézi, gondolom nem fogja rossz néven venni, nyilván nevet nem fog mondani, ki volt az, hogy milyen céggel keresett meg, teljesen mindegy, és nagyon aranyos volt, nagyon normális volt, csak ennek kapcsán jutott eszembe, hogy ezt a videót most meg kell csinálnom, és hát nyilvánvaló, hogy azt mondtam neki, hogy hát nem tudok két céggel egyszerre foglalkozni, mert nem is akarok, mert nekem pont örülök, hogy így is emberek szét, ugye a munka meg a kutyasétáltatás mellett még ugye foglalkozok a DXN-nel is, és hát köszönöm nem, mert kettőt egyszerre nem tudok csinálni, és a DXN-nel meg vagyok elégedve. És ugye, hogy érdemes-e megkeresni valakit, akit láthatóan komolyan foglalkozik egy másik céggel. Na most természetesen nem fogom megint megmondani a tutit, mert most az, hogy én azt mondtam, hogy nem, illetve azt mondtam neki, hogy mondja már meg a cég nevét, mert hogyha valaki ezután a cég után érdeklődik, akkor hozzá fogom küldeni, én ezt mondtam neki. Na most ugye nem mondom meg a tutit, én most nemet mondtam. Most lehet, hogy valaki, aki esetleg más MLM üzlettel foglalkozik, és mondjuk így fölhívják, és lehet, hogy igent fog mondani, vagy azt mondja, hogy megnézi, mert lehet, hogy érdekelni fogja. Na most persze ebben az esetben lehet, hogy akkor most törölve van az a pont, hogy valaki ugye komolyan foglalkozik egy céggel, és amit az elején is mondtam, hogy szívvel, lélekkel is tényleg bejön neki, mert hogyha már egy másik lehetőségre, igen, mondom, hogy keresgél, akkor az azt jelenti, hogy keresgél más lehetőség után, akkor valószínűleg váltani akar. Tehát ez is benne van, hogy valaki meghallgat egy másik lehetőséget, mert miért nem, mert lehet, hogy az jobb. De akkor ez azt jelenti, tehát akkor mégis most visszatérnék az elejére, hogy akkor amit mondtam, hogy valaki komolyan foglalkozik, akkor nem elég komoly az, amivel foglalkozik. Tehát igen, van esély arra, hogyha valakit megkeresel a te MLM üzleti lehetőséged, és látszólag az illető is MLM-mel foglalkozik, hogy lehet, hogy igen mond neked, vagy legalább meghallgatja, tehát lehet, hogy még igen nem mond a lehetőséged, de legalább meghallgatja. Na most én meg sem hallgattam, mert tudtam, hogy nem fogok semmi mással foglalkozni, mint a DXM, mert én ezt eldöntöttem, hogy nekem ez teljes mértékben megfelel, még akkor is, hogyha még nem ebből élek. De látok benne perspektívát, és nekem minden megfelel, ami a DXM-ben van, a termékektől kezdve teljesen minden. Na most persze lehet, hogy más igent fog mondani, annélkül is, vagy azzal együtt, hogy ő más MLM-mel foglalkozik. De szerintem, hát ez fel lehet, hát nem tudom, hogy mi a mért szeme, kinek milyen jó szeme van hozzá, de azért szerintem mégis, hogy ha az ember úgy felméri azt, hogyha valaki tényleg nagyon komolyan látszik rajta, hogy tényleg azzal foglalkozik, szereti csinálni, akkor szerintem nem olyan értelemben nem érdemes megkeresni vele, mint jelöltet, hogy illetve szerintem talán más szöveggel érdemes megkeresni, mint egy olyat, akiről tudod, hogy nem foglalkozik semmi mással, mert szerintem, hogyha tényleg komolyan foglalkozik, szinte 100%, hogy nemet fog rá mondani, valamilyen udvarias, nemhogy kifogást találtad, udvariasan nemet fog mondani. De hogyha mégis úgy gondolod, hogy azt akarod, hogy benne legyél a köztudatban, annál a másik illetőnél is, mint te egy másik MLM cégben dolgozó, hát mondjuk az, hogy kolléga, akkor olyan szempontból érdekes, hogy én azt mondanám, hogy látom, hogy te is foglalkozol, és mondom, csak fáradt vagyok, tehát nehezebben fogalmazok, most még a alapból is nehezebben. Tehát én akkor lehet, hogy azt mondanám, mondjuk én nem szoktam telefonon felhívni senkit, hozzáteszem, hogy tudjál róla, hogy én is MLM üzlettel kezdtem el foglalkozni ezzel és ezzel a céggel, hogyha bármi változna a jövőben a,
a te üzletedben, akkor esetleg megkereshetsz engem. Mert valószínűleg én ezzel és ezzel fogok foglalkozni akkor is. Mondjuk ezt én is szoktam mondani, hogy köszönöm, hogy megkerestél. Én is állok a rendelkezésedben a DXN-nel a jövőben, hogyha esetleg változna valami a te cégeddel kapcsolatban. Tehát, hogyha már nem azzal akar valaki foglalkozni. Mert van ilyen, hogy én nekem is a második emelem üzletem, tehát az első az... Hát nem próbálkozás, mindegy. Az a DSZ-hez képest próbálkozás volt, tehát én nekem is a második cég, de most én azt mondom, hogy a második is egyben utolsó is, mert ez így van. Tehát remélem, hogy így átjött a lényege, hogy nem mondom meg a tutit, de szerintem egy ilyen megközelítésbeli különbség van, hogy aki nagyon komolyan foglalkozik, az tuti nem fog neked nemet mondani, legalábbis most, de hogyha te nagyon hardcore vagy, nagyon kemény vagy, akkor én is azt mondom neki, hogy figyelj, tudom, hogy ezzel foglalkozom, hogy nemet fogsz mondani, de tudjál, hogy én is ezzel foglalkozok. És ez nem fájhat senkinek szerintem, tehát eleve, hogyha normálisan én is sértődtem meg ezen, mert van, aki egyébként fú, az, hogy hagyjon mindenki békén az én ügynöki munkákkal, tehát van, aki nagyon vérig sértődik, hogyha már csak bárki megmeri neki említeni, hogy mi van. Vagy esetleg még olyannal is találkoztam, hogy nem is keresel meg senkit, mondjuk az én esetem, és egyszerűen olyan szinten fölidegesítő, hogy Facebookon én megosztom a dolgaimat, hogy valamilyen szinten mindig följött neki, mondjuk régebben, hát így durvábban nyomtam, eléggé túlzásba vitt, én nem jól csináltam, most, nem mint hogyha biztos most se csinálom túl jól, de a mostani az képest régen nagyon szarul csináltam, és hát egyszer nagyon durván rám ért valaki, hogy egyszerűen hiába tiltja szarrá a dolgaimat, egyszerűen jön föl neki, és hát még annál is minősítetetlenül fogalmazott, mint hogy most én ezt a pár csúnya szót elmondtam. Tehát van, akit már az idegesít, hogy meglátja a hírfolyamban, holott nem neki küldted. Tehát van olyan is, de hát az már nem az én bajom, ezt most hozzá kell tennem. Tehát ennyi szerintem, hogy érdemes szerintem inkább olyan jelöltekre koncentrálni, főleg az első körben, de mondom, nem én tudom a tutit, másokat is meg kell hallgatni, akik még egyáltalán nem foglalkoznak semmilyen üzlettel, de mondom, viszont érdemes, hogy benne legyél a köztudatban, esetleg megkeresni a már MLM-mel foglalkozókat, hogy tudjon, én is MLM-mel kezdtem el foglalkozni, képzeld el, valamilyen szöveggel, ami neked jól áll, ami neked szimpatikus, oké? Tehát röviden ennyit szerettem volna mondani ebben a videóban. Most menjek összeszedni a kutyáktól a tálat, mert össze kell szedni, mindig nem hagyjuk előttük a kutyatálat, kivéve víz, az mindig van előttük, mert a kutyatál is esetleg egy ilyen territoriális, illetve egy ilyen védelmező viselkedést válthat ki belőlük, hogy védi az ő kajáját, az ő ételét, és most nekem nem fognak összeverekedni, de tutira kell menni mindig. Tehát ezt is Caesar Millán mondta, most ez egy kicsikét kutyás életbe átmenő videó, de ugye esti séta után vagyok még itt egyenlőre panelban. Úgyhogy hát ennyi volt mára. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!